A helyzet az, hogy az első félidőben jól játszott a csapat, voltak lehetőségeink. A második félidőben a játék irányítását átvette a Győr, de ettől függetlenül igazán gólhelyzet nem alakult ki a kapunk előtt. Ami volt lövés, ez a kipattanó labdák, és hát nekünk is voltak lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy a játékosok mindent megtettek azért, hogy sikeresen jöjjünk le a pályáról, de hát ez nem sikerült. Úgy gondolom, hogy ha így küzdenek, tehát a játéknak a minősége talán gyengébb volt, mint egy-két másik mérkőzésen, de a küzdelemből jó vizsgáztak a gyerekek. Ha így küzdünk, akkor előbb-utóbb azért fogunk mi is nyerni. Az első fél időben lassan járattuk a labdát, és körülményesen keveset futottunk, és azt gondolom, hogy meg is fogott minket a gól, amit kaptunk. Én azt gondolom, hogy utána a második fél időben egyértelmű volt, hogy mit szeretne a csapat, amit kértünk fél időben, és a cserék is azt gondolom, hogy hozzá tudtak tenni, és kérdés az volt, hogy mikor tudjuk megfordítani a mérkőzést, hiszen azt gondolom, hogy aki látta a mérkőzést, az látta, hogy a második fél időben nagyon sok olyan lehetőségünk volt, illetve rúgtunk egy gólt, nem tudom, hogy szabályos volt, de már akkor is meg tudtuk volna fordítani a mérkőzést, de tanulság az, hogy nem szabad egy fél időn előnyt adni egyetlen egy csapatnak sem, hiszen azt gondolom, hogy ha így tudunk játszani a második fél időben, akkor az elsőben is elvárható. Igen, és pontosan erre utalnék, illetve erre szeretnék rákérdezni. Tudom, hogy mindent nem lehet azért elárulni, de mégis egy ilyen első és egy ilyen második félidő, amikor ekkora a különbség, akkor mi az, amit az edző szünetben hozzá tud ehhez tenni? Nagyon sok, illetve három játékosunk is el volt a válogatottnál, illetve szerdán jöttek vissza. Szerdán játszottunk egy ligakupa mérkőzést, amit nagyon komolyan vett a csapat. És azt gondolom, hogy azok a játékosok is, akik visszajöttek, lassan járattuk hátul egy picit a labdát, nem éreztük egymás távolságát. És amikor azt gondolom, hogy rendezni tudtuk a sorunkat, illetve azokat a dolgokat, amit kértem fél időben, azt megvalósították a játékosok, sokkal jobb lett a játékunk, sokkal gyorsabbak lettünk a játékban, hiszen nagyon lassan járattuk az első fél időben a labdát, és ami nem a mi játékunk, rugdaltuk olyan területekbe, ami nem volt az MTK mögött. Amikor pedig megvolt a lehetőség, akkor pedig nem indítottunk, de még egyszer mondom, hogy a második fél időben azt gondolom, hogy amit kértünk és amit számítottunk az MTK-tól, azt meg tudtuk valósítani, úgyhogy a második fél idő játékhoz külön gratulálok a csapatnak, illetve a közönségnek. És egyetlen egy emberről szeretnék megemlékezni a csapat nevébe. Sajnos nincs már közöttünk, a német Feri barátom, aki a Nemzeti Sportnak volt, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a sportfotósa, úgyhogy velünk mindig itt lesz a pályán, úgyhogy ez a kis szalag, és ami a játékosom volt, nem csak a kosarasoknak szól, hanem a német Feri barátunknak is.